vadászhimnuszt fújják a fúvósok Ibrány városában. Az ünnepélyes megnyitó után a ligetben folytatódott a program. Az üllők és a kalapácsok szüntelenül dolgoztak a látogató szeme elé tárva a mesterség sajátosságait. A tűznek nem csak itt volt központi szerepe, hiszen a vadásztársaságok sátraiban már javában főttek a vadételek, és kiforróban voltak a jókedvű beszélgetések. Az első és legfontosabb ilyenkor, hogy össze tudunk jönni úgy, ahogy a vadászok, hogy nem a szakmáról kell beszélgetnünk, nem arról szól a dolog, hogy milyen nehéz volt ez az év, milyen nehéz volt vadásztatni, hanem kicsit jól tudjuk magunkat érezni. Akik ide kilátogatnak, azért jönnek, mert vadászias környezetben, vadászok között, barátok között szeretnék eltölteni egy kellemes napot, beszélgetni egy jót, enni a kollégák főztjéből, leülni, kicsit megpihenni, valóban egy kicsit közösséget építeni. Ahogy el is hangzott a színpadon, a régi barátságokat ápolni és kötni újakat. És ezon túl pedig majd a hétköznapok mennek tovább, mindenki teszi a dolgát, aki ebből él, az a vadászattal foglalkozik, aki másból az majd teszi a dolgát a saját szakmájába. De ilyenkor egy kicsit mindenki kikapcsolódik, kiszakad, azt gondolom, hogy olyan, mint egy bármilyen más ilyen rendezvényen. Ibrány 30 éve kapott városi címet és 10 éve lett járási székhely település. Trencsényi Imre elmondta, büszkék Ibrányra és arra, amit az utóbbi időben véghez vittek. A program jelenlegi helyszínét is érintik további fejlesztések, beruházások. 30 éves évfordulóját ünnepeljük a várossá válásunknak, és 10 éves évfordulóját annak, hogy járási székhely település lettünk. Nagyon büszkék vagyunk mind a két évszámra, és úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy megszolgáltunk, megdolgoztunk ezért, és a jövőben is szeretnénk továbbvinni azt a városépítő, városszépítő munkát, amelyet az elmúlt évtizedekben itt megszokhattak az itt lakók. Úgyhogy rengeteg fejlesztési elképzelésünk van. Ezen a szent helyen, ahol most állunk, itt is sikerült egy komoly pályázati forrás nyernünk, itt is több funkció fog megelősödni, fejlődni. Többek között egy rekordtán futópályát építünk itt a Városliget területén, de okozzebrát is említhetnék, kamerákat, fásítást. Úgyhogy rengeteg fejlesztési elképzelésünk van, és mindent meg fogunk tenni azért a jövőben, hogy ezt a központi szerepkörünket megerősítsük és megtartsuk. Akik csendesebb elfoglaltságra vágytak, azok átsétáltak a Református Általános Iskola és Gimnázium aulájába, ahol kovácsolt tárgyakból és Szanyi András festményeiből tekinthettek meg egy rögtönzött tárlatot.